A most következő tananyag az a Határtalanul program digitális versenyének döntőire való felkészülést fogja szolgálni, és nyugodtan felhasználhatja bármely anyaországi, illetve határon túli diák. Az első óra, amit szeretnék megtartani, az Petőfi Sándor utazásai a Felvidéken, Kárpátalján, Párciumban és Erdélyben címet viseli, és alapvetően itt az úti levelekkel fogok foglalkozni a munkáik közül. A 19. században az utazási irodalom rendkívül népszerűvé vált, ugyanis ebben az időszakban az emberek nagyon sokat utaztak. Megváltoztak a különböző utazási szokások, bárhova el tudtak jutni hajóval, esetleg már vonattal is, ahol volt, illetve továbbra is érvényben maradt az, hogy akár gyalogosan vagy karavánokkal átszelték a kontinenseket, és ezekről az utazásaikról nagyon gyakran beszámoltak. Ezeknek az utazásoknak nagyon sok esetben hírértéke is volt, így jutottak el távoli területekről információk az anyaországokba, és így tudtak különböző dolgokról információkat is szerezni. Az utazási irodalommal kapcsolatban alapvetően Peter Burke útmutatás az utazástörténet számára cikkének a gondolatvilágát szeretném követni, és ezt szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet értelmezni ennek segítségével Petőfi Sándor felvidéki, erdélyi, kárpátaljai vagy éppen párciumi utazásait. A romantika korábban alapvetően felértékelődik a haza megismerése. Mindenképpen szerettek volna több ismeretet szerezni, nem csak a nemzetnek a múltjáról, hanem ugye a jelenéről, feltárni a társadalmi, a kulturális, vagy éppen a természeti értékeket. A romantika, mint a 19. század első felének korstílusa, vonzódott az utazáshoz. A költők, az írók egyaránt szerettek volna elvágyódni a jelen sivárságából, új területeket akartak felfedezni, ami távol van azoktól a helyektől, amelyek gondot vagy éppen bajt okoznak számukra. A külföldi irodalomban nagyon sok esetben a költők, az írók távoli tájakra, a Közel-Keletre, vagy éppen a Távol-Keletre, vagy elképzelt birodalmakba utaztak el. Viszont megjelent az is, hogy akár a saját hazának a kevésbé ismert, rejtett területeit tárják fel. Így népszerűvé váltak a hazai utazások is. Ez példázza, ugye itt a szóban forgó Petőfi Sándor is, aki a saját számára valamelyest idegen területet fogja majd úti rajzaiban megörökíteni. Milyen műfajok jellemezték az utazási irodalmat? Peter Burke szerint ez egy nagyon, nagyon összetett, heterogén műfajcsoport, és sokkal inkább nem műfajokról beszélhetünk itt, hanem műfajoknak a találkozásáról. Itt egyszerre találunk meg nagyon személyes műfajokat, mint például az utazási napló, az utazási levelek, de akár lehet sokkal szárazabb, egyszerű utazási beszámoló is. A levelek és a naplók alapvetően személyesek, és lehetőséget teremtenek arra, hogy megmutassák nekünk az utazónak a személyét, hogy milyen hatást gyakorolt rá az út, az utazás. Azt lehet mondani, hogy ezek a műfajok rendkívül népszerűek voltak, és gyakorlatilag Petőfi úgymond felült egy divatjelenségre, amikor ezeket az utazással kapcsolatos szövegeit létrehozta. Petőfi, mint prózaíró? Valahogy nem az jut eszünkbe róla, hogy ő egy prózaíró lenne. Petőfi Sándor költő volt. Petőfi Sándor március 15-e hőse. Petőfi Sándor és a Nemzeti Dal. Ezek a szavak jutnak eszünkbe rögtön róla. A lánglelkű forradalmár, a zseni, a vátesz, aki a költeményeivel vezette a népet tűzön vízen át, egy szebb, jobb, demokratikusabb világ felé. Abszolút nem tudjuk ebbe elképzelni a prózaíró Petőfit. De mégis van ilyen. Hogyan történhetett ez meg? Hát úgy, hogy Petőfi is, mint sok más költő, sajnos, vagy kevésbé sajnos,
áldozatul esett egy kultuszképződésnek, amelyben gyakorlatilag hozzátársítunk bizonyos dolgokat a kulturális emlékezetben. Petőfiből így például forradalmár lett, és forradalmár költő. Így emlékszünk rá. Ennek ellenére írt drámát is, írt novellákat is, és mint az irodalom egyik határműfajának tekinthető utazási irodalomba is belekóstolt, méghozzá két szöveget is írt ezzel kapcsolatban. Ugye, hogy Petőfi, mint utazó. Tehát, hogy Petőfit el tudjuk képzelni költőként, esetleg el tudjuk képzelni prózaíróként, de utazó. Ha végig tekintünk az életrajzán, akkor azonban rájövünk arra, hogy ez az ember gyakorlatilag bejárta keresztül-kasul az akkori Magyarország területén, és nagyon sok esetben gyalogszerrel közlekedett. Amiről ezekben a útleírásokban viszont szó lesz, az teljesen más. Petőfi leginkább egy mai turistára hasonlít, aki fogja magát és felkeresi a különböző nevezetességeket, és ezeket próbálja meg rögzíteni az útirajzaiban, és megosztani a tapasztalatait valamilyen célból az emberekkel, a közönséggel, a rajongóival. Hova is utazik a Petőfi Sándor? Hát ugye itt, ahogy említettem az elején, hogy Erdély, Párcium, Kárpátalja és a Felvidék. Ez nem az a táj, amit Petőfihez alapvetően kapcsolunk. Ha Petőfire gondolunk, akkor mindenkinek az Alföld jut az eszébe. A Tisza, vagy éppen ugye az Alföld című verse. Ugye itt, hogy érzékeltessem ezt a problémát, ebből a versből szeretnék is egy kis idézetet mondani. Tehát ugye az Alföld, amely 1844-ben keletkezett. Idézem. Mit nekem te zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája? Tán csodállak, ám de nem szeretlek, s képzetem hegyvölgyedet nem járja. Lenn az Alföld tengersík vidékén, ott vagyok hon, ott az én világom. Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rúnák végtelenjét látom. Ebből is láthatjuk azt, hogy Petőfinek a természetes közege, vagyis ahogy az irodalomban szeretném önmagát megjeleníteni, ő az Alföldön érzi jól magát. Egy tipikusan alföldi költőként próbálja magát eladni. De nézzük, hogy hogy jelent meg egyáltalán ez a két szöveg, amiről itt szó van. Az első ugye az úgynevezett úti jegyzetek, amely 1845-ben jelent meg Frankenburg Adolf divatlapjában az életképekben. Az életképek azok közé, a divatlapok közé sorolható be, amelyek rendkívül népszerűek voltak ebben az időszakban a magyar sajtóban. Alapvetően női közönséget céloztak meg, és ugye benne is van, hogy divatlap, rendszerint ugye voltak olyan mellékletek benne, amelyeket ma is találunk egy divatlapban, ugye hölgyeknek szóló, akár ruhákról képek, szabásminták, illetve könnyedebb irodalmi alkotásokat is láthatunk itt. Ezeknek a sorába könnyedén be lehetett illeszteni az útleírásokat is például. A másik szöveg az úti levelek Kerényi Frigyeshez 1847-ben jelent meg, és a Győri Hazány című folyóiratban, amelyet dr. Kovács Pál szerkesztett, és ez a folyóirat a szabad elvű fiataloknak volt alapja. Természetes volt, hogy Petőfinek az írásaira nyitottak voltak, fogékonyak, és befogadták a labba. Tehát ugye ezekben az időszaki kiadványokban jelentek meg ezek a művek. Nos, nézzük a továbbiakban az, hogy milyen Petőfi Sándor, mint utazó egyáltalán milyen is volt. Említettem azt, hogy Petőfi Sándor olyan volt, mint egy turista. Való igaz, gyakorlatilag tarthatjuk Petőfit egy olyan utazónak, mint a tömegturizmus első hazai képviselője, aki felkeres különböző nevezetes helyszíneket, például az Aggteleki Baradra barlangot, vagy éppen ugye a Hámori tavat, vagy más természeti nevezetességeket. Ugyanakkor beszélhetünk róla, mint segédszerkesztőként is. Az úti rajzokat, ugye az 1845-ös szöveget azzal kezdő, hogy a Pesti Divatlap segédszerkesztőjéként tevékenykedik.
Ez egy tisztes, de nem éppen jól jövedelmező szakma, amelyet ugye a műnek az elején ott is hagy, és megpróbál valamilyen más tevékenységet kialakítani majd az elkövetkezendőkben. Főképpen itt majd a költészetre fog majd koncentrálni. De mielőtt még belevágna igazán abba, hogy csak és kizárólag az irodalmi művéből éljen, elutazik a Felvidékre. És erről ezt örökíti meg majd az úti rajzaiban. A költő és a költői szerep szintén nagyon fontos lesz Petőfi Sándornak. Ahogy említettem már korábban, az utazás az utazónak a lelkében is számos különböző dolgot megváltoztat. Így például ugye hatással lesz arra, hogy milyenné válik a költészete, milyenné válnak a gondolatai az irodalomról, és megteremtik a lehetőséget arra, hogy beszéljen a kora irodalmáról. Így Petőfi a maga kicsit nyers, kicsit szabadszájú stílusában gyakran kiosztja korának kritikusait, akiktől ugye nyilván sok kellemetlen szót kapott, és kiosztja kortársait is, akik ugye vele együtt ifjú, pályakezdő fiatal költők, sok esetben kevésbé tehetségesek, mint ő. És ugyanakkor megjeleníti azokat a mestereket, akik számára az irányt mutatták. És ezek ugye mindig fontosak lesznek a számára. Az úti rajzokban Petőfi Sándor kezdetben nőtlenként jelenik meg, ugye feleséget keres, még az úti levelekben, ott pedig már tudatosan egy irányba indul, méghozzá Szendrei Júliához, hogy összeházasodjon vele, és ugye úgy is zárul majd az utolsó utazás, hogy együtt térnek majd vissza Pestre. Miért is utazik ugye Petőfi? Az előző dolgokból már következik, hogy az első az ugye a Felvidéknek a bejárását fogja majd jelenteni, és az az apropója az utazásnak, hogy meg szeretné látogatni Kerényi Frigyest. Ezt az úti rajzokban találhatjuk meg. Viszont az úti levelekben szintén a Kerényi Frigyes nevű barátja lesz a megszólított, de talán következik belőle, hogy ez a figura már nem lesz jelen az adott utazásnál, úgy hiszen neki írja a leveleket. Ennek az utazásnak a célja pedig az, hogy összeházasodjon Szendrei Júliával, és együtt visszatérjenek. És akkor hová is utazik Petőfi Sándor? Ahogy a mellékelt kép is mutatja, itt a térképen látható egymástól jól elkülönülő a három utazás. Az első ugye Kerényihez tart, Eperjesre, majd szépen bejárja a Felvidéket, és Rimaszombaton és Vácon át vissza fog térni Pestre. A második utazásban szintén a Felvidéket, illetve Kárpátalját, valamint Erdélyt fogja majd bebarangolni. Ez még konkrétan a házassága előtt tett utazása lesz. A harmadik utazás pedig ugye Szendrei Júliához megy, kisebb-nagyobb kitérőkkel, és utána együtt térnek vissza. Na, nézzük meg azt, hogy hogyan is érték el a céljaikat a korabeli utazók. Peter Burke számára ez egy fontos kérdés, ugyanis az út, az utazásnak a körülményei, az út viszontagságai, azok nem csak a ma emberét, hanem a régmúlt idők emberét is igencsak foglalkoztatták. Ugye egyrészt itt arról szeretnék beszélni, hogy milyen közlekedési eszközöket, milyen módon érték el a céljaikat az utazók. És itt ugye Petőfi fogja nekünk ezt példázni. Először is szeretnék felolvasni arról egy idézetet, hogy milyen volt az utazás Petőfi Sándor számára gyors szekérrel. Vásztól Rimaszombatig gyors szekéren mentem, és Enfin olyan gyors szekéren, ami csak ugyan megérdemli, ez annyiszor bitorolt nevet. Utazásunk rohanó és kényelmes volt, utitársaim ellen sem panaszkodhatom, mind magyarok voltak. Nem mint a minap debreceni utamban, hol egy Isten nélkül való bárkába egész ember manezséria szorult össze. Ez Beyéről írja július 6-án az úti levelekből 1847-ben. Egy másik idézetben pedig ugye szintén a gyors szekérnek a használatáról fog majd írni. Egy
Óranegyed múlva feltelepettem a szekérre. Utitársaim már fönnültek, s a következendők, borkereskedő zsidó, egy erdélyi szász, Kalmár, egy lengyel katonatiszt, és egy túlszületésű pápista pap, csinos fiatal hugával. Gyönyörű kompánia. Gondolám kedvetlenül, amint végig tekintek utitársaimon, és kivált miután tapasztalám, hogy köztük csak egyetlen egy tud magyarul, és ez egyetlen egy is éppen a pap. Elhagytuk kápolnát, midőn egyik-másik utitársammal beszédbe kezdtem ereszkedni. Addig hallgattam, mint szluha az országgyűlésen. Most sem szóltam volna, de amint kiértünk a hevesi rónára, tisztelendő úr elkezdte gyalázni a síkot. Mire kötelességemnek tartottam védőszót emelni, mégpedig amúgy Petőfi modorában, azaz egész illendő gorombasággal. Nem tehetek róla. Szeretőmet és a franciákat és a túrós tésztát és a rónasságot a fülem hallatára ne gyalázza senki. Ettől kezdve folyvás disputálunk tisztelendő urammal, ki csak hamar kiismertem, hogy primo roppant magyar gyűlölő, secundo roppant arisztokrata, tercio roppant szamár. Egyéb szép tulajdonsága nincs. Ezt írta a Füzes Abonyból május 13-án 1847-ben. Látható, hogy Petőfi nagyon jó humorral van megáldva, és ugye kötelességének érzi azt, hogy felszólaljon azokkal a szembe, akik ugye az ő identitásának az alapját, az Alföldet és az alföldiséget gúnyolják. Az Alföld teljes mértékben szintiszta magyar vidékként jelenik meg az úti leírásaiban, és ezért a védelme az nagyon fontos neki. Nagyon érdekes, hogy Petőfi alapvetően egy szlovák származású volt, de mégis a magyar nemzet legnagyobb költőjeként tartjuk számon. Külön pikantéria az, hogy éppen egy tót, vagyis egy szlovák katolikus pappal kezd el vitázni. És ugye pontosan ellentéte a két ember egymásnak. Petőfi költő, a másik pap, és politikailag és mindenben teljes mértékben különböző véleményen vannak. Természetes, hogy utazás közben vitatkozni fognak. És ahogy láthattuk, Petőfi leginkább magyarokkal szeretne együtt utazni, míg itt ugye a második idézetnél megjelent az is, hogy mindenfajta nép és náció, a korabeli magyar királyság összes nemzete képviselteti szinte magát, és ez bizony-bizony kényelmetlen is lehetett sokszor egy magyar utazó számára, hiszen nem biztos, hogy olyan könnyedén megértették egymást. Máshogy is utaztak, még ugye a korban, méghozzá, hogy egy gyalog. Petőfi Sándorra, hogy említettem az életrajzából, ugye nagyon sok helyen megfordult. Még mielőtt azonban befutott volna, mindenhova gyalog ment. Ez szintén egy fontos dolog, és itt láthatjuk, hogy alapvetően az utazásait gyors szekéren, kocsin fogja megtenni. Változik majd szépen ez a dolog, és visszaemlékszik az utolsó nagy utazására, ami éppen Debrecenből Szerencsen át vezet visszafelé. Itt pedig a körülményekről fogok beszélni, illetve felolvasom az ehhez kapcsolódó idézetet. Az idő is gyönyörű volt. Felhőtlen, verőfényes derült nyári reggel. Haj, jártam én erre, Szerencs környékén, már rossz időben is. Debrecenből utaztam Pestre, 1844. februárisában, kopott ruhában, gyalog egy párhuzassal és egy kötet verssel. E kötet versben volt minden reményen. Gondolám, ha eladhatom, jó, ha el nem adhatom, az is jó. Mert akkor vagy éhen halok, vagy megfagyok, s vége lesz minden szenvedésnek. Egyes egyedül mentem itt a hegy alján, egy lélekkel, egy élőlénnyel sem találkoztam. Minden ember födelet keresett, mert iszonyú idő volt. A süvöltő szél havas esőt szórt rám. Éppen szemközt jött. Arcomon megfagytak a könnyek, melyeket a zivatar hidege és a nyomorúság fakasztott. Egy hétig kínos vándorlás után Pestre értem. Nem tudtam, kihez forduljak. Nem törődött velem senki a világon, kinek is akadt volna meg a szeme egy rongyos kis vándorszínészen. A végső ponton álltam, kétségbe esett bátorság szállt meg, és elmentem Magyarország egyik legnagyobb emberéhez. Oly érzéssel, mint amely kártyás utolsó pénzét teszi föl, hogy élet vagy halál. A nagy férfi átolvasta verseimet, lelkes ajánlására kiadta a kör, és lett pénzem és nevem. E férfi, kinek én életemet köszönöm, és kinek köszönheti a haza, ha neki valamit használtam vagy használni fogok,
Férfi Vörös Marti. Azt lehet mondani, hogy Petőfi, miután befut az irodalom, és ugye ezt Vörös Martinak köszönheti leginkább, utána már megengedheti magának azt, hogy ne egy gyalog tegye meg a maga utazásait, hanem ugye szekéren menjen. Viszont megjelenik új közlekedési eszközként ugye a vasút is. Amikor első felvidéki utazásáról visszafelé jön, igyekszik elérni Vácon a vonatot, amely Pestre megy. Csak sajnos, mint oly sokan, lekésik. Ugye teljes mértékben szokatlan volt ebben az időben, hogy valamilyen menetrend legyen, amihez az emberek tudják magukat kötni. És ez a szokatlan érzés, ez Petőfinek is nyomot hagyott az írásain, idézem. A legkárhozatosabb vekszák egyike, ha az ember várszas ilyet, hogy a gőzösen még aznap Pestre érjen, és gőzös 5-6 perccel előbb indul el onnan, mert mint az ember ott terem, így jártam. Amint a Váci hegyről leereszkedtem, ott ment a gőzös éppen alattam, s mire a városba értem, a gőzös már denikvé, Vácon kellett az éjt töltenem. Ez az úti jegyzetekben szerepel, viszont a vasúttal való utazás az másik utazásában is meg fog majd jelenni, amikor Tompához indul majd beére. Itt Pestről fogja megtenni Vácra vissza az utat, és ezek a vasúttal kapcsolatos utazások pedig alkalmat adnak arra, és sok ez jellemzi az utazásait, hogy megörökítse ezeket az eseményeket versben is. Tehát gyakran az utazási élményekből nem csak ez a prózai szöveg fog keletkezni, hanem például megjelenik egy vers is. Ilyen például ugye a Váci vasutas élményéről a Vasúton című vers. De ezekről a későbbiekben még fogok beszélni. Nagyobb kérdés az, hogy mit kezdtek az utazók, amikor megérkeztek. Mit kezdett Petőfi Sándor, amikor ott volt, ahova menni akart? Peter Burke szerint ugye a kulturális utazások voltak a korszakban az egyik legfontosabbak, és régebben is az utazók, főleg, hogy a költőről, tudósról volt szó, akkor gyakran keresték fel azokat az embereket, akik rájuk nagy hatást gyakoroltak, illetve ezeknek a sírjait, hogyha esetlegesen már nem éltek. Petőfire is jellemző ez a tevékenység, és ugye, ahogy említettem, első felvidéki utazásában Eperjesre megy, ahol ugye a barátot, Kerényit fogja majd felkeresni, és itt találkozik majd Tompával. Tompa Mihállyal, ugye, aki Petőfinek szintén kortársa, és szintén az egyik legnagyobb magyar költő volt ebben az időszakban. A második utazásában ott szintén ellátogat Tompához, és egy kellemes kirándulást tesznek a Murányi vár romjaihoz. Tompa ebben az időben a Beje nevű felvidéki településen volt lelkész, és ugye innen nem feküdt messzire a Murányi várnak a romja, amely az irodalomból, a Marsall társalkodó Murányi Vénusz című eposzból ismert lehet, ismert is volt a Petőfi számára, ami megjelentette a török időknek egy jellegzetes problémáját, ugye Murány várának az ostromát. Felkeresték együtt ezeket a romokat, és mivel ez szintén megmutatja Petőfinek a humorát, illetve a rajongását a felvidék iránt, ezért ezt az idézetet is felolvasom. A napokban megnéztük Murány várát, mely ide valami 6 óra járás. Aki valaha Gömörbe vetődik, nagyot vétkezik maga ellen, ha ezt meglátogatni elmulasztja. Magyarország legszebb megyéink egyike Gömör, és ennek ismét legszebb vidéke Murány. Gyönyörűségesen vadregényes táj. Szép derült nyári délután jártunk a nevezetes romokon, melyek talán hazánk valamennyi várai között legközelebb álltak a felhőkhöz, a mindenfelől szédítő meredekségű kőszikla ormon. Körös körül a még magasabb hegyláncon, sötét fenyvesek alant a mélységes völgyben, a kéklő köd alatt fehér gyunyájak és tehéncsordák. A nyájak kolompoltak, a madarak daloltak és fütyültek, távolabb a hámorok zúgtak. Mindenütt zaj, életzaj, csak itt fönn a bércen, hol egykor kardok csörögtek és ágyuk dörögtek, csak itt volt csend, hol áll csend. Kivévén, hogy Tompa Mihály hortyogott. Igen, aludt és hortyogott. Becsületem szentségére esküszöm, aludt és hortyogott, mert eskü nélkül a legkönnyen hívőbb ember sem hiheti el. Míg én a táj páratlan fönségén és a múlt idők nagyszerű eseményein a legköltőibb ábrándal merengtem, addig Tompa Mihály aludt és hortyogott.
Ha halálos ágyam előtt térdelve kér, hogy bocsássam ezt meg neki, mégsem bocsátom meg. Ha más világon találkozunk és kér, még ott sem bocsátom meg. Nem. Ismétlem, aki gömörben jár, el nem ulassza Murány omladékait megnézni, el nem ulassza. De magával ne vigye Tompa Mihályt, mert ő alunni és hortyogni fog, alunni és hortyogni, és e hortyogást még koporsótokban a föld alatt is hallani fogjátok, hallani az örökké valóságon keresztül. Rr, rr, rr. Tehát ezt írta Bein, amikor Tompánál volt. Viszont nem csak ugye az élőket kereste fel, ahogy említettem, hanem a holtakat is. Így Kazinczy Gábor kíséretében felkereste a nyelvújtó Kazincinak, Kazinczy Ferencnek a széphalmi birtokát is, ami ebben az időben még állt, és ugye itt lerúgta tiszteletét a sírjánál. Petőfi Sándor úgy gondolta, hogy minden magyar embernek kötelessége lenne elzarándokolnia egyszer életében széphalomra, hogy tiszteletét tegye a szentörek sírjánál. Petőfi útirajzaiból kiderül az is, hogy sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonított a széphalmi mesternek, mint Kisfolyadi Károlynak, aki azért problematikus, mert ugye Kisfolyadi Károlynak a költőbarátai Bajza József, Toldi Ferenc és ugye Vörös Marti volt az a kör, akik ugye őt felemelték és lehetővé tették azt, hogy elinduljon a híres költővé való válás útján. Mégis valamiért a nyelvújítók, Kazinczy adja neki azt a nyelvet, ami miatt, ami segít neki abban, hogy leginkább magyarosan, könnyedén ki tudja magát fejezni, és ezt sohasem fogja elfelejteni. Pár című utazásai keretében pedig felkeresi Kölcsey Ferencnek a sírját. Kölcsey Ferenc 1838-ban halt meg, és ugye eltemették, és ebben az időszakban még egy sokkal egyszerűbb síremléke volt, mint amit ma láthatunk a Szatmársekély temetőben. Erről itt láthatunk egy folyóiratnak a fénykép mellékletét, ahol láthatjuk, hogy ez egy viszonylag egyszerű síremlék volt, és a következőképpen fejezi ki Petőfi az itt tett látogatását, ezt idézem. Badallóval csak nem szemköz fekszik innen a Tiszán, tulajdonképpen túl a Tiszán Cseke. És Csekei temetőben Kölcsey Ferenc. Tavaly ősszel egy pár hétig laktam itt, s meglátogattam a Szent Sírt, melyben a legnemesebb szívek egyike hamvad. Halmánál nincs kőszobor, még csak fejfa sincs, melyre neve volna fölírva, de nincs is rá szükség, mert az odalépő vándornak szívdobogása megmondja, ki van ott eltemetve. Csendes a táj, a városok, a nagyvilág zaja nem hangzik idáig. A nagy férfi sírja körül csak a szellő rezgeti a tövisbokrokat, a tövisbokrok virágain vadméhek donganak, s távol az andalgó Tisza halkan mormogja dalát, hogy a koporsónak álmát meg ne zavarja. Tehát az elhunyt költőkről sokkal emelkedettebb módon ír, tehát a humor mellett megjelenik műveiben ugye a pátosz is, ami szintén lényeges összetevője lesz majd az utazásainak is. Viszont ugye felkeresi Nagy Szalontán Arany Jánost is. Ugye Arany Jánossal a Toldi megjelenését követően kezdtek költői verslevelezésbe, és így gyakorlatilag ebből a levelezésből hamarosan barátság is született, amiből is ugye végül is látogatás is lett. Petőfi felkeresi Nagy Szalontán Arany Jánost. A következő idézet erről fog szólni. Délre pedig a hegyek alatt fekszik Nagyvárad. Szép, kellemes nagyváros, de nem értem rá megvizsgálni, mert siettem ki ide Szalontára. Tudod-e, miért siettem ide, és miért vagyok itt már egy hét óta? Azért, mert Szalontán egy nagy ember lakik. A nagy ember jó barátom, és a jó barátom Arany János Toldi szerzője. Ha a művet még nem olvastad, úgy hiába beszélnék róla, ha pedig olvastad, úgy fölséges a beszéd. És e költeményt egy egyszerű falusi jegyző írta egy kis szobácskában, melynek hossza 5, széle pedig 2 lépés, ami tulajdonképpen rendén van. A múzsák nem konzervatív kisasszonyok, ők haladnak a korral, és minthogy a század jelszava, éljen a nép, a múzsák is leszállottak az arisztokratikus helikonról, és a kunyhókban telepedtek meg. Boldog én, hogy szinte kunyhóban születtem. Életem legszebb napjai közé sorozom a hetet, melyet itt töltöttem új barátom családi körében. Egyfelől a komoly vidámságú családapa, másfelől a vidám komolyságú családanya, s előttünk a két fecsegő virgonc gyermek, egy szőke leányka és egy barna kisfiú,
Ilyen koszorú övezi szívemet, és boldog vagyok. Csak az fáj, hogy a napokban már el is hagyom, el kell hagynom őket, kiket annyira szeretek, mintha iker testvéreim volnának. Isten veled, édes figyesem! A magáihoz hasonló boldogságot kíván neked igaz barátod, következő levelemet külföldről. Természetesen Petőfi Sándor nem tudja elhagyni szép magyar hazáját, így nem utazik külföldre, hanem folytatja tovább ugye Erdély és Pár című utazásait. Nem csak ugye ezeket a nagy költő, kortárs költőket, elhunyt költőket, tudósokat látogatja meg, vagy a barátait, barátaival való tevékenységeit ecseteli, hanem, ahogy már említettem, megjelennek a tömegturizmusnak az első lépései is ezekben az úti levelekben, illetve úti rajzokban. Az előzőben, ugye az úti jegyzetekben Petőfi Sándor ugye az aktaleki utazását fogja majd leírni. Ezt szintén az érdekesség kedvéért megmutatom. Aktelekre érvén vezetőt hivattam, és fáklyákkal ellátva magunkat elindulánk a barlangba, melyet Baradlának neveznek onnan, és mely mindjárt a falu mellett van. A kálvinista rektor künnácsorgott a ház előtt, vezetőjén meghívására ő is hozzánk szegődött. Bementünk. Óti szűkkeblő emberek ki mindenben örökké szabályokat kerestek, és állítok, jertek ide, és boruljatok térre a szabálytalanság remek előtt. S mi az a szabály? Semmi más, mint a sánta középszerűség mankója. Soká tűnődtem, mint eredhet-e barlang. És kitaláltam. Mikor a mennyországból kiebrudálták a pártos angyalokat, itt kezdték jövendőbeli lakásukat a poklot ásni. Azonban itt nem boldogulván másfelé fordultak, képzelhetni, mint fáradtak a szegény ördögök a sikertelen munkában. Izzadságuk még most is csepege félig kész pokol oldalairól és tetejéről. Mint említém, a falubéli rektor is velünk járt. Ezt a fiatal embert meglepem, gondoltam, a barlang belső végéhez érve, hol a látogatók fölkarcolják neveiket, bevésnem hát nagybetűkkel én is a nevemet. Tehát el sem lehet olvasni. Kérdezem csak azért, hogy oda nézzen és bámuljon. Ó, igen, felelt, ő el lehet. Petőfi. De irgalmatosságos egek, ezt oly hidegvérrel, oly minden tiszteletérzés, oly minden meglepetés nélkül mondta ki, mintha ez állt volna ott Kiribica Istók, vagy Sulyánszky, vagy Badacsonyi, vagy nem tudom mi. Tehát egyrészt látható az, hogy megjelenik a tömegturizmus, az emberek látogatják már a hírneves Baradla barlangot, és ugye fáklyákkal vonultak be. Ma már ilyet elképzelni sem tudunk, ugye minden szépen LED világítással ki van világítva, és nem szabad sem ugye a cseppköveket letörni, sem pedig ugye a falba belevésni a nevünket. Ebben az időszakban azonban a tömegturizmus elején nem voltak ennyire komolyak a szabályok, és ezt lehetővé tették a látogatók számára. Külön érdekes, hogy Petőfi számára, akinek nagyon fontos a neve, és szerte az országban ismerik. Volt olyan az utazása során, ahol a fiatalok fáklyás felvonulással tisztelettek előtte, megpróbálja szintén előadni magát, meglepődik, legalábbis úgy írja le, hogy meglepődik azon, hogy őt nem ismerik, mint egy országos hírű költőt, és itt Akteleken, miközben mindenhol máshol őt ismerik. Itt a felsorolt nevek nyilván ezért is kerülnek oda, hogy ugyanolyan jellegtelen, mint ezek a költői álnevek, vagy egyáltalán nem létező figurák, akiket felsorolt. Petőfi gyakran megverselte azokat a helyszíneket, ahol ő járt, és amelyeket rögzítette ezekben az úti rajzaiban. Ezek közül egyet emelnék ki, ez pedig a Munkácsi várban tett látogatása. Ugye lehet látni a képet, ugye a Munkácsi várnak a korabeli ábrázolásáról. És felolvasnám azt a részletet, ami megjelenik ugye az úti levelekben. Fölmentem a Munkácsi várba, az udvarokat és egy pár szobát bejártam, de a börtönöket nem mutatták meg. Talán mert egyedül is egészen ismeretlen voltam, vagy senkit sem eresztenek a föld alá. Nem tudom. Egy teremben többek között ott van Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona arcképe is. Más helyen órákig elnéztem volna dicső képeket, de így csak futólag szemléltem őket, mert siettem kifelé. Tudj Istene, falak közt úgy összeszorult keblem, hogy alig bírtam lélegzetet venni. Érzéseimet leírtam egy versben. Azok kínos érzések voltak, az egész idő alatt, míg itt voltam, fülembe valami szellem szomorú dolgokat suttogott. Szavait nem is értettem, oly halkan beszélt, csak suttogását hallám, és ennek oly bús hangja volt. Azt sem tudom, ki volt ez a suttogó szellem. Az emlékezete, vagy a sejtés? 1800-ban és 1801-ben
Az itteni foglyok egyike volt Kazinczy Ferenc. Szegény Kazinczy, szegény haza. A Munkácsi várban tett utazását, versben is megénekli, erről szól ugye a Munkácsi várban című költeménye, ebből pedig összehasonlításképpen egy részletet idézek. A Munkácsi várban. Itt tűzi föl piros zászlóját a szabadságnak Zrínyi Ilona, a szabadság hőseinek tanyája, íme, íme most rabokhona. Semmi más, mint dönthetetlen kőfal, semmi más, mint láncsörömpölések. Bátran tudnék a vérpadra lépni, ó, de ez a börtön, ettől félek. A szintén 1847-ben ugyanazon a napon keletkezett ez a vers, mint ami elvileg ugye a napló bejegyzés, és ugye itt kifejti azt a dolgot, amit az egyik szöveg az úti levelekben csak szorongásként írt le. Gyakorlatilag ugye itt az a problémája, hogy a Munkácsi vár, mint a szabadság egyik szimbóluma, amelyet Zrínyi Ilona védelmezett a Habsburgokkal szemben, most már ugye a jelenben börtönné vált, és gyakorlatilag a szabadságnak lelkes hívei, mint ugye Kazinczy Ferenc, találtak itt sajnos rabhelyükre. Más költeményeiben is ugye megjelenik az utazási élmény, ugye említettem a Vasúton című verset, illetve pedig ugye Nagybánya is egy olyan utazási élmény volt számára, amikor ugye itt az Aranybányába lement a társaival, és ugye a későbbiek során itt az aranyról írja meg, az arany problémáiról írja meg a Bányában című költeményét. Az óra elején már utaltam rá, ugye főleg a Tóth pappal való vitája kapcsán, hogy mennyire fontos lesz az Alföldnek, mint egy ilyen kulturális tájnak a megvédése ebben a szövegben. Ami mellett ugye meg akarja ismerni a Felföldet, ami számára mindig az idegen, a furcsa. És a szövegben számos helyen ütközteti ezeket a dolgokat. Ugye említettem ezt a pappal való vitát, ahol konkrétan ebből vita is kialakult, ugye egészen máshogyan látták a tájakat. Ugye nyilván a Tóth papnak a felvidék, a Kárpátok, a hegyek voltak a természetes közeg, míg ugye Petőfi, számára pedig ugye az Alföld tenger síkvidéke. Ezt a feszültséget ugye a már felolvasott Alföld című versben is próbáltam érzékeltetni, de természetesen vannak más ütközések is. Erre két idézetet szeretnék hozni, az egyik a Felföldhöz fog kapcsolódni, a másik pedig az Alföldhöz. Akkor a Felfölddel kapcsolatos idézetet szeretném először felolvasni. S eléri az ember a szepesi határt, melyet Branyiszkónak neveznek, és áll az egyik oldalon lejtős, és a másikon meredek roppant bérszetején. Honnan belát a gyönyörű Szepes tündérvölgyébe, látja váralját, s mellette puszta várfalakat, melyeknek egykor bíboros termében született zápolya. Látni pedig a láthatár végén egész magam mi voltában azt a kis vakantúrást, mit Tátrának neveznek. Mindezt látja az utazó, és ha az utazó költő, akkor föld kiált mondván. Nem semmit sem szól, nem szólhat, némán bámul. Ha pedig az utazó kritikus, akkor föllelkesül szívének 9/10 része, és azt mormogja fogai közt. Meglehetős. A Dalfölddel kapcsolatos idézet. De lelkem, mint a gyermek, ki megpillantja, hogy gondviselője nem figyel rá lelkemet, elsuhant észrevétlenül messzire, messzire, oda, ahol nincsenek hegyek, hol halmok is alig vannak, hol a Duna omlik méltóságosan, mint Vörös Marti hős költeményei, hol puszták nyúlnak el hosszan, mint a világ végét keresnék, hol a látkör egy óriás palota, melynek tetején a napnak gyémán csillárjas oldalán a déli bábok tükrei függenek. Mikben keftelve szemlélik magukat gulyák és ménesek, ide-ide szállt lelkem a Kárpátokról, az én édes hazámba, a szép Alföldre. Mind a két idézet az úti jegyzetekből származik, és hogy a képeken látszik, ugye az egyiken Szepesváralját láthatjuk. Ez volt az a hely, ugye a Szepességnek az egyik legszebb területe,
ami ugye lélegzett elállító, ugye a Szepesi vár, és mögötte a Tátra égbetörő bércei, és ugye ebben a várban született Szapolyai János, akit Zápolyaként említ, és ugye ebbe a kis ékszerdobozba, ugye a szepességbe csak egy pillanatra tud betekinteni. De mégis ugye a másik idézetben megjelenő alföldi táj számára a lenyűgöző, amelyek ára, ugyanis a Duna, ugye kivételesen nem a Tiszáról beszél, a Duna, amely árad, mint Vörös Martinak a hős költeményei. Tehát ugye megint előkerül Vörös Marti, előkerül ugye az alföldi táj, és ugye emellett teszi le a voksát, ide húzza vissza a szíve, ugyanúgy, ahogy az Alföld című költeményében. Az Alföld és a Felföld viszonyában azonban nem csak ezek a lélegzett elállító tájakat próbálja megütköztetni, hanem megjelennek olyan motívumok is, amikor ugye a területet lakó népeket fogja ütköztetni. A Felföld az ő véleménye szerint olyan népeket hord hátán, akik ugye nagyon szegények és nagyon-nagyon szolgalelkűek. Sokkal inkább azok, mint ugye az Alföld lakói, akik igazi magyaroknak tekinti őket egyrészt, nem szolgalelkűek, nem hordják lent a fejüket, büszkén vállalják még a legcudarabb körülményeket is. Tehát az úti jegyzeteknek és az úti leveleknek egyaránt fontos része az Alföld és a Felföld szembeállítása, ami, ahogy már utaltam rá, ez leginkább Petőfinek az informálásában lesz jelentős, hiszen ő magát ugye az alföldi magyar költő szerepében próbálja feltüntetni az olvasóközönség előtt. Petőfi Sándor utazással kapcsolatos szövegeiről összességében elmondhatóak azok, hogy gyakorlatilag egy divatjelenségetnek tesz majd ugye eleget, egy divatos műfajban fog alkotni prózát. Átlag magyar olvasó számára egy olyan közegben láthattuk Petőfit, amiben nem szoktuk. Petőfi a forradalmár, a költő, aki azonban ugye prózai szövegeket is alkot, és nagyon fontos hangsúlyt helyez arra, hogy az utazásai során megkonstruálja saját maga költői személyiségét, elmondja azt, hogy miért utazik, hova utazik, kiket keres fel, és nagyon sokszor az utazási célpontjai azok elhunyt vagy élő barátai, mesterei, akikre mindenképpen fel akar nézni. Ezeknek a helyszíneknek való felkeresése az abszolút fontos számára. Be akarja mutatni a nyilvánosságban, hogy számára kik a követendő példák, kik inspirálták, kik az ő barátai, kik az ő költőtársai, akikkel együtt képviselik ugye a romantikának a magyar irodalmát. És ugyanakkor nem rejti véka alá az őt ócsároló kritikusokkal kapcsolatos véleményét, illetve ugye a rosszabb, vagy nem éppen olyan minőségűnek tartott ifjú költőknek az alkotásait is pellengére állítja. Nyilván itt ez a motivum az óra kapcsán egy kicsit háttérbe szorult, egyetlen egy olyan motivum volt, ahol a kritikusoknak a rossz májúságát kiemeltem, az ugye a Tátra lenyűgöző látványa volt, ahol a kritikus összességében nem képes ugye 100%-osan örülni annak, hogy milyen szép is ugye az a természeti kép, még abban is ugye keres valamilyen hibát. Az utazásai során Petőfi Sándor ugye bejárta a Felvidék, a Kárpátalja, Párcium és Erdély számára fontos területeit, és ezek ugye nem csak barátait kereste fel, hanem ugye Szendrei Júliát is. Külön érdekes lenne megnézni egy másik óra keretében azt, hogy milyen volt a viszonya Szendrei Júliával, és hogy hogyan telt a visszaútjuk Pestre. És hogy Pest miért pont Pest? Miért pont Pest az, ami az utazásai kiinduló pontja lesz, illetve miért pont ide tér vissza? Miért pont ezt a helyszínt választja a hazájának, új hazájának, új otthonának?
A válasz egyszerű, a 19. század közepére Pest válik az irodalmi élet központjává, és egy ifjú, feltörekvő író értelemszerűen itt keresi magának a boldogulást. Itt van leginkább lehetősége arra, hogy megélhetést tudjon biztosítani magára. Ahogy ugye már szó volt róla, ezért fogja felkeresni gyalogosan Vörös Martit, és itt fut majd be, itt építi ki azt az irodalmi karriert, ami lehetővé teszi számára, hogy ne csak gyalog, hanem szekéren is utazhasson. Köszönöm szépen a figyelmet!